Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ezúttal is velünk tartani, ugyanis izgalmas és érdekes témákat gyűjtöttem össze. Három év múlva családias környezetet biztosító 12-48 férőhelyes lakásotthonok veszik át a Monstre gyermekotthonok helyét. A 20 éves gyermekvédelmi törvény kapcsán beszélt erről Balogh Zoltán, emberi erőforrás miniszter Székesfehérváron. ...2020-ra nem lesz egyetlen olyan Monstre gyermekotthon Magyarországon, amelyikből még mindig van jó néhány, tehát csak családotthonokban, családias környezetben lesznek elhelyezve gyermekek 12 év fölött is. 2020-ra a kormány tervei szerint megszűnnek a Monstre gyermekotthonok. Helyüket jóval kevesebb férőhelyes családotthonok veszik majd át, jelentette be ma délelőtt Balogh Zoltán a 20 éves gyermekvédelmi törvény kapcsán tett látogatásán a Fejér megyei gyermekvédelmi központban. 12 személyes lakásotthonok, valamint családias környezetet biztosító maximum 48 személyes létesítmények jönnek létre. Erre a magyar kormány Európai Uniós forrásból 5,8 milliárd forintot szán. Bízunk benne, hogy a gyermekotthonok megújítása, kiváltása ebből a pénzből lehetséges lesz, és 2019-re, de legkésőbb 2020-ra, tehát az elkövetkező 2,5 évben ezt a folyamatot le fogjuk tudni zárni. Itt két nagy nekifutás volt, ez a harmadik, ez az utolsó, bízom benne, hogy ezzel elérjük azt, hogy nem lesz szükség ilyen típusú Monstre intézményekre. Az is világos, és arról is beszélni kell, és szerintem akár az egészségügyben, akár a gyermekellátó rendszerben az a tisztességes, méltányos hozzáállás, ha beszélünk a problémákról, a gondokról is, hiszen nem csak a rendszer nem tökéletes, hanem, még ha ez egyesek számára meglepetés is, azok az emberek sem tökéletesek, akik ezekkel a gyermekekkel foglalkoznak. Ezért van szükség folyamatosan a gyermekvédelmi törvénynek a módosítására. Mi azt szeretnénk, hogyha azok, akik ebben a rendszerben nagyon nehéz munkát végeznek, önfeláldozó munkát végeznek, és bizony azért a bérszínvonal, még ha sikerült is előre lépnünk az elmúlt években ebben az ügyben, és nem akarunk megállni itt, hanem szeretnénk tovább lépni, az nem feltétlenül van arányban azzal a munkával, hiszen az ember-ember közötti munka a legnehezebb feladat, amit itt végeznek a gyermekvédelemben, a gyermekjóléti rendszerben azok, akik erre tették fel az életüket. Tehát azt szeretnénk, ha az ő megbecsülésüket erősítenénk. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik pedig az, hogy minden olyan jelenséget, minden olyan cselekményt, ami a gyermekeknek a kárára szolgál ebben a rendszerben, azt kiszűrnénk, és mindazokat, akik ezért felelősek, azokat eltávolítanánk ebből a rendszerből. De nagyon fontos, hogy mind a két dolgon hangsúly van. A tisztességes, jól dolgozó emberek jó hírének a megvédése és erősítése, mert nemzetstratégiai fontosságú munkát végeznek a jelen és a jövő szempontjából, és minden olyan esetnek, amelyiknek nincs helye, és a gyermekek kárát szolgálja ebben a rendszerben, annak pedig a határozott kiszűrése és az azzal kapcsolatos ügyeknek a tisztességes lezárása a célunk. Ezért van az, hogy a nevelőszülői rendszerben, vagy a vezetői alkalmassági rendszerben új kritériumokat vezettünk be, hogy ki is alkalmas itt, kivel érdemes jogviszonyt létesíteni, és hogy minden olyan esetet, ami a javítóintézetekben, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben problémaként jelentkezik, gyermekbántalmazásként vagy abúzusként jelentkezik, azokat a leghatározottabban nem csak kivizsgáljuk, hanem el is járunk ezekben az ügyekben. Erre azért bízom benne, hogy láttak már követendő példát az elmúlt időszakban. A tercavezető Fehérvárt hozta példának az ellátás megújítására. A korábbi nagy, mint egy 200 fős csecsemő otthon helyett egy 48 gyermek ellátására alkalmas, több egységből álló otthonrendszer jött létre. A gyermekvédelmi rendszer akkor működik jól, hogyha visszaképes adni a reményt, és visszaképes adni a hitet. Ciberek Károly a bejelentés kapcsán azt hangsúlyozta, egyfajta paradigmaváltásra törekedtek az elmúlt években is, olyan gyerekvédelmet igyekeznek építeni, melyen mindenki egyenlő esélyekkel indul kortársaival. Mint fogalmazott, csak azért, mert állami gondozott valaki, nem kallódhat el. A gyermekvédelemnek nem csak a prevenció a feladata, nem csak a szolgáltatás, a magas minőségű szolgáltatás a feladata, nem csak az ellátás, a
feladata, hanem akkor jó a gyermekvédelmi rendszer, ha esélyt kínál. Nem nyugodhatunk bele abba, hogy egyfajta, ahogy miniszter úr is mondta, fátum vagy végzet legyen az, hogy aki bekerül egy ilyen intézménybe, bekerül a gyermekvédelembe, állami gondozottá válik, akkor azért törvényszerűen elkallódik, akkor törvényszerűen az életben nem boldogul. Mi olyan gyermekvédelmet építünk, mi olyan gyermekvédelmi rendszer megerősítésében vagyunk érdekeltek, és azt szeretnénk, hogyha minden eszköze, minden eleme a gyermekvédelmi rendszernek alapvetően a gyermekek számára a teljes és boldog élet esélyét, a teljes élet esélyét kínálná. Nem hagyhatjuk, hogy törvényszerű legyen az, hogy valaki állami gondozott lesz, és akkor elkalódik. Valaki kisebb esélyekkel induljon csak azért az életben, mert hogy ő állami gondozottban volt, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesült. A gyermekvédelmi rendszer akkor működik jól, hogyha visszaképes adni a reményt, és visszaképes adni a hitet abban, hogy sorsfordító tud lenni. És azt gondoljuk, hogy ma Magyarországon nem csak a gyermekeknek van szükségre erre a reményre, nem csak a nevelőknek és a munkatársaknak van szüksége erre, mert az egész társadalomnak szüksége van, hogy megtapasztalhassák, mert évtizedekig így volt kondicionálva a magyar társadalom, hogy a miniszter úr is mondta, egyirány utca. És lemondtuk róluk. Mi olyan gyermekvédelemben vagyunk érdekeltek, és olyan gyermekvédelmet építünk, amely visszaadja a hitet és vissza a reményt, és nem csak a hitet és a reményt, hanem bizonyítékot szolgáltat arra, hogy vannak valós eredményes, vannak valós módszerek, amelyekkel ezt a sorsfordító szerepe, érték a gyermekvédelemnek növelhet. A 20 éves gyerekvédelmi törvény évfordulója kapcsán elhangzott, míg 1998-ban még a gyermekvédelmi szakellátásba vett gyerekek 40%-a volt még csak nevelőszülőknél elhelyezve, addig ma már több mint 65%-os ez az arány, melynek továbbra is a javítására törekednek a mostani lépéssel is. Megjelent a panasza van, segítünk című fogyasztóvédelmi kiadvány harmadik és negyedik része, melyben a védendő fogyasztókról, illetve a felhasználóváltásról van szó. Ki lehet védendő fogyasztó? Milyen jogai vannak, illetve mit is takar ez pontosan? Ingatlan eladása vagy bérbeadása esetén mikor szükséges a felhasználóváltozás bejelentése a fogyasztó felé? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal két új kiadványa, melyeket Székesfehérváron is megtalálhatnak az érdeklődők. Az elmúlt évben is tartottunk egy ilyen közös sajtótájékoztatót az Energiahivatallal. Akkor is elkészítettek egy nagyon hasznos kiadványt, amelyet elhelyeztünk a kormányablakokban, illetve hát az ügyfélszolgálati helyiségeinkben. És nagyon pozitív visszajelzés érkezett az ügyfelek részéről, az állampolgárok részéről, ebből a kiadványból megfelelően tudtak tájékozódni, az ügyes-bajos kérdéseikre választ kaphattak. Ez a kiadvány tartalmazta azokat az információkat, amelyek alapján tudtak a tekintetben is tájékozódni, hogy hova tudnak fordulni, kihez, illetve a hatáskörök vonatkozásában is egyértelmű eligazítást nyerhettek, hogy mely hatáskörökben jár az Energiahivatal, és mely hatáskörökben pedig a kormányhivatal. Hol találkozhatnak az ügyfelek ezekkel a szóróanyagokkal? Mint említettem, a kormányablakokban, illetve a kormányhivatalnak, illetve a járáshivatalnak az ügyfélszolgálati helységeiben, tehát ami az ügyfelek számára nyitva áll, és ott hozzáférhetnek ez a kiadványhoz, de természetesen a régi helyszín, a piac teljére 1-3 szám alatt a kollégák, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó kollégák továbbra is szeretettel várják az ügyfeleket, és bármiben segítünk, amellyel bizalommal hozzánk fordulnak. A sárga színű kiadvány arról szól, hogy a lakásvásárlás, illetve bérbeadás bérbevétel esetén a közművek felé milyen bejelentést kell tenni. Az első két kiadvány, az első az a jogorvoslati lehetőségeket tisztázta abban az esetben, hogyha szolgáltató és felhasználó, azaz a fogyasztó között valamilyen vita van. A második, amit tavaly mutattunk be, az pedig a szabálytalan vételezéssel foglalkozott, magyarul a gáz, illetve villany lopással kapcsolatos kérdéseket tisztázta. Amivel most jöttünk a kormányhivatalhoz, erre a mai sajtótájékoztatóra, az a felhasználó váltással és a védendő fogyasztókkal foglalkozott.
a hármas füzet, ami sárga színű, és ami a felhasználó váltással foglalkozik, az azt mutatja be, hogy lakás eladás, vásárlás, bérbeadás, bérbevétel szempontjából a közművek felé melyek azok az intézkedések, amiket meg kell tennünk. Azt javasoljuk, hogy az eladó és a vásárló, a bérbevő és a bérbeadó együtt menjenek el a szolgáltatójukhoz, azt a jegyzőkönyvet, amit a kiadvány végén szerepeltetünk, azt együtt töltsék ki, és ezzel együtt zárják be az előző szerződést, aminek eredményeképpen a eladó, illetve bérbeadó egy végszámlát kap, és kössék meg az új szerződést, ami megalapozza az új szerződést a felhasználó és a szolgáltató között. Fontos még, hogy ilyenkor ki fog jönni a szolgáltatónak a képviselője, és ellenőrzi a mérőóránkat, így a szabálytalan vételezés a több százezres ködbérnek a réme nem fog fenyegetni minket. A másik füzetben a különleges bánásmódban részesülő fogyasztókról van szó. Magyarországon közel 55 ezer olyan fogyasztó él, aki szociális helyzetéből vagy fogyatékosságából adódóan segítséget kérhet szolgáltatójától. Aki fizetési nehézséggel találkozik, az azonnal jelezze ezt a problémát a szolgáltatójának, mert több olyan intézkedést is kaphat a szolgáltatójától, mint például a részletfizetés, mint például a halasztott fizetés, illetve az előre fizetős mérőórának az alkalmazása. Utóbbi, mint földgáz, mint villany esetében lehetőség arra, hogy amennyiben már tartozást is halmoztunk fel, mégis igénybe tudjuk venni a szolgáltatást. Ebben az esetben a befizetett összeg egy részét a szolgáltató már a hitel, illetve a tartozás törlesztésére fogja fordítani, a fennmaradó részt pedig el tudjuk fogyasztani. Ez pedig azért jó, mert jobban tudjuk tervezni a fogyasztásunkat. A szociálisan rászorultak mellett a másik csoport az egészségügyi okból védendő fogyasztó. Nekik is épp úgy kezdeményezniük kell ezt a státuszt, mint a szociális helyzetükből védendő fogyasztójuknak, a szolgáltatójuknál. Ebben az esetben pedig más típusú kedvezményeket is kaphatunk, ilyen például a mérőóra áthelyezése, aki nem tud felállni, mert olyan magasan van a mérőóra, ez egy fontos kedvezmény lehet. Ilyen lehet a havi mérőóra leolvasás, annak az elmagyarázása, amennyiben szükséges, illetve a helyben a készpénzes fizetés. Miért pont ezt a két témát választották idén? A felhasználó váltás ugyanbár nem olyan nagy számú panaszbeadványt jelent évente. Ennek ellenére kiderült, hogy a szabálytalan vételezésnél, ami ügyszám nálunk keletkezik, bizonyám egy jelentős része az, hogy elmarad a felhasználó váltás bejelentése. Ilyenkor a régi tulajdonos, illetve a bérbe adója a felelősség, hogyha a lakást használó, a közművekből gázt, villanyt, vizet használó az órát manipulálja. Ezért volt rendkívül fontos a számunkra, hogy ezt a kérdést egy külön füzet formájába tisztázzuk, és mellé rakjuk azt a jegyzőkönyvet, ami segíti az órának, a mérőórának a régi szóval ugye azt mondjuk, hogy átírását, de ez nem átírás, ez egy régi, a régi jogviszonynak a lezárása és az újnak az elindítása. A kiadványok részletesen bemutatják a két témával kapcsolatos tudnivalókat, fontosabb teendőket. Az elmúlt napokban újra zsaroló vírusok kerültek középpontba, ugyanis Ukrajnában komoly pánikot okozott egy kibertámadás. A szakértők szerint a közeljövőben bárhol és bármikor kialakulhatnak hasonló támadások. Jellemzően nagy vállalatok informatikai hálózatát támadja, de az otthoni számítógépekre is veszélyt jelentenek az úgynevezett zsaroló vírusok. Ezek a gépeken található fájlokat blokkolják mindaddig, amíg a tulajdonos el nem utal egy bizonyos összeget, legalábbis az ígéret szerint. A szakemberek szerint valójában a károsított fájlokat még senki sem kapta vissza, ezért nem is tanácsolják a fizetést. Időben észlelt baj esetén az adatok egy része menthető. Ismét egy zsaroló vírus kering a világhálón, és ismét fenyegeti a
számítógépezőket. Először tisztázzuk azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy zsarolóvírus, mi ez? Ez egy olyan vírus igazából, amit nem is igazából vírusnak neveznénk, egy olyan kártékony kód, ami a programok, ami a számítógépre települ tulajdonképpen, ami a gépen található adatfájlokat, tehát nem a programok működését igazából, hanem a gépen felelhető Word, Excel fájlokat, fényképeket, fotókat, zenéket, tehát amikkel dolgozunk adatokat, azokat titkosítja egy olyan algoritmussal, amit hétköznapi halandó ember nem bír visszafejteni, sőt még a hozzáértők sem, és a visszafejtésé vagy a visszakódolásé cserébe tetemes összeget követelnek a hackerek. És hogyha valaki kifizeti ezt az összeget, akkor visszakapja ezeket a fájlokat? Jellemzően nem. Úgy szokott ez történni, hogy az összeget elszedik a pácienstől, de utána már, mikor az összeg megérkezett a zsarolóknak a számlájára, akkor kutya sem foglalkozik az ügyféllel, nem érdekes már, hogy most akkor mi is történik az ő gépével, eleresztik, a pénz megjött, nincs további semmifajta visszacsatolás az ügyfél tekintetében. Ezért mondja mindenki azt, a hatóság is, meg mi szakemberek is, hogy nem szabad fizetni a zsarolóvírus támadásért. Kiket fenyeget egyébként a zsarolóvírus? Igazából bárkit tulajdonképpen. Jellemzően nyilván a nagyobb cégek a célpontok, de megtalálható ugyanúgy a kis ember is a célpontok között, mert hogy a vírus nem válogat alapvetően, vagy a zsaroló program nem válogat, ugye algoritmusok szabályozzák, hogy kit, mikor, hogyan talál meg. Kapunk egy e-mailt mondjuk, és ez pont a mi mailboxunkban landolt, onnantól kezdve, és kattintunk a tartalmára mondjuk egy csatolt fájlra, ami jellemzően általában Word vagy PDF dokumentum szokott lenni. Ha csak kattintunk arra, akkor onnantól kezdve akármi hétköznapi egyedi emberek is lehetünk a károsultjai, de nyilván legfőképpen nagy cégek a célpontok. Hogyan lehet védekezni? Védekezni rettentően nehéz. Ilyenáll szerint pár hónap ezelőttig azt mondtam volna, hogy abszolút nem lehet védekezni, és helyezzük a hangsúlyt a megelőzésre, tehát mindenkinek legyen adatmentése a fontos adatairól, nem a számítógépen, nem a számítógépről külön tárolt adatmentő eszközöket, tehát külső merevlemezek, egy házati meghajtón, vagy egy DVD lemezek kiírva, és ez a legbiztonságosabb megoldás, hogy megelőzzük a támadást. Az elmúlt egy-két hónapnak az eseményei felhívták viszont a figyelmet a vírus írtóknak erre a lehetőség és veszélyforrásra. Most úgy néz ki, hogy lesz valamilyen fajta megoldás a védekezésre, de én mind tovább is azt mondom, hogy a megelőzés a legjobb megoldás. Mi a teendő akkor, hogyha valamilyen úton módon mégiscsak eljutott a számítógépre ez a vírus? Amint ezt észrevesszük és tudomásunkra jut, kapcsoljuk le a számítógépet azonnal. Tehát amíg a számítógép megy, addig a vírus a háttérben dekódol, kódol, és szépen lassánként a gépnek a sebességének a függvényében titkosítja a fájlainkat. Tehát ilyenkor ha ezt észrevesszük, hogy mondjuk egy adott fájlt nem tudunk megnyitni, vagy próbáljuk megnyitni, és felugrik az ablak, hogy akkor most ezért nekünk fizetnünk kéne, azonnal kapcsoljuk le a gépet, ne használjuk tovább, mert a további fájlok is sorra fognak kerülni. Kapcsoljuk le a gépet, vigyük szaküzletbe, emberhez, szakemberhez, szervizbe, és kérjünk segítséget. És akkor meg előfordulhat, hogy néhány adatot meg lehet menteni? Amik nem lettek titkosítva még a vírus által, azokat le lehet másolni és meg lehet menteni. Ami viszont már lett titkosítva, azt már nem lehet visszahozni. Egyébként mennyire jellemző az, hogy újabb és újabb zsaroló vírusokat alkotnak? Rettentően jellemző, ugye másfél-két nap ezelőtt volt a vannak rá jelnevezésű vírus, most pár nap ezelőtt megjelent ez a Petya nevű egyébként. A Petya nevű vírus sem egy új keletű dolog, neki is volt már előzménye, csak a világ nem kapta fel ennyire, nem volt ilyen szinten globális ez a támadás. A vannak rá elmúlt két hónapja óta kicsit jobban odafigyelünk erre, mert olyan szintű globális támadást intéztek, amire a sajtó is fölkapta a fejét. Egyébként kétségtelen tény, hogy a zsaroló vírusok az a tendencia mostanság, amivel igazából kárt lehet okozni, amire fel lehet hívni az emberek figyelmét, ami nagy jelentőségű, és eltörpül az összes többi igazából bagatell kisebb korábbi vírusokkal szemben. De hogyha jól értelmezem, akkor egy kis figyelmességgel meg lehet ezeket előzni. Igen, azt szokták mondani, hogy rettentően pestélyesen szól, hogy edukálni kell a felhasználókat, meg kell a felhasználókat tanítani arra, hogy hogyan használjuk a számítógépnek a főleg a levelezés, csetelés, üzenetküldés részét. Nem kattingatunk össze-vissza mindenfajta csatolt objektumra, és kicsikét megtartóztatva kell élnünk azzal, hogy ne legyünk túlságosan kíváncsiak. A legnagyobb gondot az okozza, hogy kapunk egy levelet mondjuk egy futárküldő cégtől, nyilván fals levélről van szó, nem is rendeltünk csomagot, de abban a pillanatban kattintunk rá, hogy vajon milyen csomagon fog érkezni. Nem tesszük fel a kérdést magunkba, hogy rendeltem csomagot egyáltalán, mert ha nem rendeltem, akkor valószínűleg egy fals levél. Tehát oda kell figyelni. Nyilván ez rettentően nehéz egy hétköznapi felhasználónak szelektálni, most akkor melyik a fals levél, melyik a
ami valós levél, tapasztalt gyűjtés után ezek kicsiket jobban szelektálhatóak, de nyilván ez egy hosszabb folyamat. Gombaszögi Attila szerint a jövőben több hasonló támadásra lehet számítani a világ bármely pontján. A heti feedben ezúttal 5 hágygyakorlatot mutatunk be. Természetesen ezeknél a gyakorlatoknál is fontos, hogy megfelelően végezzük el. Öt hágygyakorlattal készültünk a mai heti fit rovatban, ebben pedig Bálint lesz a segítségünkre. Milyen gyakorlatokat ajánlanál, miket választottál? Első körben egy húzóckodásra esett a választásunk, mégpedig azért, mert ez egy alapgyakorlat, és mivel hogy azt szeretnénk, hogy a hátunk jó széles legyen, ez a legmegfelelőbb hozzá. A gyakorlat közben ügyelünk arra, hogy a könyök végig a csukló alatt maradjon, illetve a végén a mellkas kifeszítsük, így a hátizom összehúzódik a legjobban, így húzódik össze a legjobban. Mire kell figyelni a második alapgyakorlatnál, illetve mi is ez? Második gyakorlatként egy lehúzást választottunk csigán szűk fogással. Ki lehet próbálni a gyakorlatot úgy is, hogy teljesen egyenes háttal húzzuk le. Fontos, hogy ügyeljünk arra, a könyök előre nézzen végig, jó? Tehát, hogy ne kifelé álljon a végén, illetve ki lehet próbálni úgy is, hogyha lehúzod, akkor picit bedőlsz vele hátra, tehát kicsit hátra jössz vele. Ez is teljesen máshová hat, mind a kettő opciót ki lehet próbálni. Van egyébként gyakori hiba, amit elkövetünk? Igen, a könyök állása, illetve az, hogy túlságosan nagy súlyt választunk, fontos, hogy az optimális súlyt, amivel még szabályosan tudjuk csinálni a gyakorlatot. Ha túl nagy a súly, akkor általában azt szokott lenni, hogy rángatjuk, nagyon hátradőlünk, szinte vízszintbe rakjuk a felső testünket. Ezekre ügyelve sokkal hatásosabb a gyakorlat. Harmadik alapgyakorlatunknál tartunk, erről mit kell tudni, Bálint? A harmadik gyakorlatnak az evezést választottuk, amiről azt kell tudni, hogy nagyon fontos a tartás. Homorítani kell hozzá, a feneket kitolni, illetve a mellkas feszessége nagyon fontos. Ez egy alapgyakorlat, a hát vastagságát erősítjük vele. Lehet felsőfogásként is használni, illetve cserélhetünk fogást, és alsó fogással is a hátizmat erősítjük vele. Csíkes evezést választottunk, negyedik gyakorlat során. Azt kell tudni a gyakorlatról, hogy a hát alsó részét dolgoztatja. Fontos itt is a könyöknek az állása, illetve hogy egyenes háttal, mellkas kifeszítve kísérjük vissza a súlyt. Jó, tehát itt is homorítani kell. Nagyon fontos itt is a súlyválasztás, illetve hogy a lapockát lenyújtsuk, mikor beengedjük a súlyt. Illetve, hogy amikor behúztuk, a mellkas kifeszítjük, ezért ugyanúgy a hát sokkal jobban összehúzódik. Ez fontos, hogy melyikből hánynak csinálunk? Fontos, igen. Én alsó hangon egy 4-es sorozatot
ajánlanék belőle. A súlyválasztás, hát ahogy megyünk fel a súlyjal, úgy egyre jobban csökkenjen az ismétlésszám, egy ilyen 8-ig, 6-8-ig lemehetünk, és akkor olyan súlyt válasszunk, hogy az utolsó azért már azért húzós legyen megcsinálni, az utolsót húzós legyen megcsinálni. Ez egy merevkaros lehúzás, igen. Fontos a gyakorlat közben, hogy ne tricepsből dolgozunk. Ezt úgy tudjuk kivitelezni, hogy a könyök az nem a föld felé néz, tehát ne forogjon lefelé, hanem mindig kifelé nézzen. Ezt tudjuk csinálni egy magasabb ismétlésszámmal is. Ez is a hátizomnak a széles részét, illetve kicsit a fűrészizmokat is belevonva dolgozik. Jó, befejező gyakorlat, hogyha egy komplex hátedzést akarom csinálni, ezt javasolnám a végére. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Tartsanak velünk továbbra is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!